Semmi sincsen inkább szívemen, mint gyermekeimnek s bibliotékámnak állapotjuk. Azokban kívánok holtom után élni, és hazámnak szolgálni. Így történt, hiszen halálának 200. évfordulóján láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy leszármazottaiban és a Teleki Tékában ma is él és szolgál Teleki Sámuel, a téka alapítója. Sámuel ránk hagyott egy gondolatot. Azt a gondolatot, hogy azt a gyűjteményt, amit ő a városra hagyott, és a városnak adott 1802-ben, azt tovább vigyük. Ezt a hagyakozást, ezt mindenki a maga idejében, minden könyvtáros, minden könyvtárőr a maga idejében másként és másként értelmezte, de attól, igazából attól változik ez az értelmezés, hogy változnak az idők. És az a nagyszerű ebben az egészben, hogy Sámuelnek a gesztusa, az a gesztusa, hogy összegyűjtette kiváló szakértelemmel ezeket a könyveket, és odaadta a közösségnek, ez a gesztus meghatározza a válaszát a mindenkori könyvtárosnak és a mindenkori Teleki Tékában dolgozónak. Meghatározza azt, hogy ezt a hagyatékot a képességeitől és az idők szavától függően próbálja újra és újra odaadni a közösségnek. A könyvtár alapító kancellár sokszínű munkásságát, illetve Teleki Sámuel személyiségének a 21. században is érzékelhető varázsát mutatta be a Teleki Téka a Teleki Sámuel emlékév rendezvényei által. A Teleki év nagy közönséget érintő programjainak megkoronázása a Teleki Tékában megnyíló időszakos kiállítás, amely a könyvtár alapító kancellár tudós és államférfi életének fordulópontjait, legfontosabb kapcsolatait mutatja be. Sokan megkérdezik tőlünk, vagy legalábbis tőlem már többen kérdezték, és nem csak gyerekek, hogy gazdag volt-e Teleki Sámuel, mert hogy ugye milyen sok könyvet vásárolt, és mindig elmondjuk, ugye, hogy az épület ennek szárnya és a könyvtár számára épült, és akkor mindig megkérdezik, hogy jó, és akkor gazdag volt-e. Hát az én válaszom az, hogy nem volt gazdagabb, mint más kortársa, sőt, ugye nem volt mágnás sem. Nagyon fiatalon, 15 évesen teljesen árván marad. És a fent maradt családi birtokon hát meg kellett osztozni a többi testvérrel. Ő volt a legkisebb gyereke az édesapjának, a második házasságából származott, és ő volt a legkisebb. És hát bizony évekig pereskednek, amíg valahogy elosztják a birtokokat, és az, hogy 15 évesen egyedül marad, irányítania kell a birtokokat, be kell osztani a jövedelmét, egy olyan férfivé érelte, aki, hát most biztos azt mondanánk, hogy garalsoskodott, de nem. Tehát, hogy követte, számon kérte, beosztotta azt, amilyen volt, nem pazarolt, mindig megadta a módját annak, ahogyan élnie kellett, amit épp az adott funkció, amit betöltött, megkövetelt tőle. Tehát olyan lakása, olyan ruhái voltak, olyan ebédeket kellett adnia, vagy vacsorákat, vagy vendégül látni embereket. Nem ezekben spórolt, hanem úgy abban, hogy követte a pénzek áramlását és a termények áramlását. És azt, hogy mennyire követte, ott vannak azok a levelek, amelyeket írta az intézőinek, az utasításaival, ott vannak a különböző inventáriumok, többször készített inventáriumokat a ruháitól, az ékszerein át, egészen a butordarabokig, a különböző lakóházainak, de nem csak, tehát a kocsmáinak, amiket ő működtet, tehát csomó mindent figyelemmel kísér, és hát ezekből sikerült neki gazdálkodnia olyan jól, hogy ugye egy 40 000 kötetes könyvtárat és egy gyönyörű épületet is adott nekünk. Az egésznek a koncepciója az volt, hogy akkor ha a személyt mutatjuk be, akkor a gyerekkorától végigkövetjük a pályáját, és az első pannó, első tárló így találkozik. Ez az a tárló, ahova kiállítottuk a gyerekkori iskolai jegyzeteit és azokat a könyveket, amelyekből ő tanult.
Tehát, hogy van egyrészt ez a celnai korszak, és van egy kézirat is, ami egy névnapi köszöntő az édesapjának, ami latin nyelven íródott. Valaki megkérdezte a kiállítás megnyitó után, hogy hát egymás között a család milyen nyelven beszélt. Hát magyarul beszélt, de ezek a köszöntések, majd lesz még szó a pannó a családi tárlóknál is, ezek a szülők fele is, mint egy bizonyították, hogy a gyerek milyen jó már latinból, milyen jó már németből, hogy tud ezeken a nyelveken fogalmazni és szépen fogalmazni. Tehát, hogy Teleki Sámuel latin nyelvű névnapi vers köszöntője, az édesapjának szent vers köszöntő látható ebben a tárlóban, és ugyanígy a nyugat-európai tanulmány útjának a jegyzetei, a könyvei ugyanebben a tárlóban kaptak helyet, és ezt egészíti ki a pannó, ahol többlet adatot hozunk még, hogy mit szeretett, szerintem mi volt a fontosabb tantárgy, mi volt a kedvenc tantárgya, hát a matematika. Tehát, hogy ezeket a kis idézeteket, ezeket ő írja le leveleiben, vagy úti naplójában, és hogy hát ezek jelennek meg a pannon. Az első házassági kísérlete az kudarcba fulladt. Bánfi Ágnest szerette volna feleségül venni, azonban ott a szülők nem voltak a legjobb viszonyban, ja? És úgy szépen fogalmazzunk. Annyira ellenségessé fajult ez a viszony, hogy az apa úgy próbált ártani, hogy Bécsben kiárta, hogy a lányt, aki akkor ilyen 13-4-5 éves lehetett, rabolják el az anyjától, és vigyék Bécsbe, és katolizálják. Tudni kell, hogy közben Bánfi Dénes is katolizált. Tehát, hogy ő ugyan református volt, de ő volt katolizált az előrejutás, haladás érdekében. Hiába ment a Teleki Sámuel, és az anya is, Barcsai Ágnes, Bécsbe, és próbálták jobb belátásra bírni az ottaniakat, ez nem sikerült, végül úgy jöttek haza, hogy a lány ott maradt, tényleg katolizált. Sámuel mondja is, hogy Pál apostol napján Pál fordultával ő is ugye megfordult, és hazatért. Hát ez sokáig téma volt az erdélyi közéletben. Ez is a katolizálás egyik erőszakos formája volt, és így is fogták fel a kortársak. És végül Bethlen Zsuzsannát veszi el feleségül, és hát nagyon jól sikerült választania, ugyanis akkor 15 éves volt Zsuzsanna, amikor hozzáment, és nagyon szép életük volt, legalábbis a levelekből ez derül ki, hogy ragaszkodtak egymáshoz, szerették, tisztelték, féltették egymást, olyan édesen írogatnak, hogy vigyázzanak egymás egészségre, meg kedveskednek, küld az egyik fajdot, a másik küld holnapos retket. Tehát, hogy olyan édesen kiegészítik egymást. A gyermeklányként nőülve Bethlen Zsuzsannában Teleki Sámuel igazi társra lelt, nem csak a magánéletben, de szellemi törekvéseiben is. Zsuzsanna igazi könyvgyűjtővé nőtte ki magát férje oldalán. Egyébként nagyon jó viszonya volt a gyerekeivel, és követte a nevelésüket, segítette, mondhatnánk úgy, hogy szabadelvűen nevelte, nem olyan szempontból szabadelvűen, mert persze megmutat tisztelet, de hogy azt a pályát választhatta a két fiú, ugye a lányoknak azért korlátozott volt akkor a lehetőségük, amit szerettek volna. És hát ez akkor változik meg, amikor a nagyobbik, az elsőszülött fiú elhunyt, és akkor maradt a kicsi, kisebbik fiú, akit úgymond túlféltett már az apja, és nem engedte, hogy tovább folytassa a katonai pályafutását, valami kevésbé veszélyeset kellett választania, hiszen ő volt az, aki tovább viszi a nevet, aki örökli a birtokot, a könyvtárat, és ez egy törést hozott a kettőjük viszonyában. Picit elhidegültek, és hát ezt a levélváltást is láthatják az érdeklődők majd. És ugyanez a családi viszonyra vonatkozó iratokat, olyanokat, amelyek nincsenek nálunk például, vagy idézeteket láthatnak majd a második pannon. Miatt nem csak a könyvtárat köszönhetjük neki, hanem átvitt értelemben nagyon sok mindent köszönhet neki Erdély.
az a mecenatúrája. Templomépítés, iskolaépítés, kórházépítés, ispotáépítésre seket támogat, emellett papi fizetésekre adományoz, tanári fizetések pótlására adományoz, diákok peregrinációját támogatja, könyvkiadást támogat. Tehát mind olyan tevékenysége van, ami a kultúrát, a népnevelést picit előbbre viszi, és hát ez nem maradt meg Vásárhely határain belül, ez nem csak Erdélyre terjed ki, hanem a teljes magyar lakta területeket felöleli, Sárospataktól Debrecenig, a bécsi református templomtól a bukaresti református templomig. Elég széles pályán mozog ez a tevékenysége is Teleki Sámuelnek. A telekiek eredetét a 15. században kiemelkedő pályát befutó garázdákra és szilágyiakra lehet visszavezetni. Vagyonuk és hírnevük alapját második Teleki Mihály teremtette meg, aki egyúttal korának egyik legvitatottabb és legjelentősebb politikusa volt, a Pafi Mihály főtanácsura. A mecénatúra abból állt, hogy diákokat támogatott akár itt Erdélybe, akár külföldre, külföldi akademizánsokat, tehát akik külföldre mentek tanulni, de mivel a telekiek a református egyházba is jelentős szerepet töltöttek be, így az egyház intézményeit is támogatták. Biztos, hogy jól tudtak gazdálkodni. Ugye Teleki Mihályról tudjuk azt, hogy igazából az ő kancellársága idején lendült fel a család, tehát ő gyűjtötte a család vagyonát tulajdonképpen. Ez eloszlott aztán a fiai között, de talán jól gazdálkodtak, inkább így lehet mondani. Kereskedelemmel foglalkoztak, Teleki József kapcsán például elég kevés levéltári anyag van, de találtam olyan nyugtákat, amellyel elszámol borbehozataláról, amelyet Havasalföldről Erdélybe hoztak. Birtokaik voltak nyilván, hogy ezek a birtokok nem jelentettek olyan nagy jövedelmet, amilyen talán most elképzelünk, de talán jól gazdálkodtak, inkább azt lehetne mondani. És hát végül ugye a könyvtár, ami úgymond a koronája a művének, ezzel zárjuk a kiállítást, a könyvtár alapítás, nem annyira a könyvtár alapítás, hanem a könyvtár működését próbáltuk így felvillantani néhány íraton keresztül, ahol a könyvtárosának írt utasításait lehet látni, vagy az intézőnek a beszámolóját, hogy most éppen fűtenek vagy nem fűtenek a kis olvasóteremben. És a végrendeletét is lehet látni, ahol már 1800-ban írta a végrendeletet, többször végrendelkezett élete során, ez sem az utolsó, ez a legfontosabb, az 1800-as, ebben megjelenik már a könyvtár, hogy mi történjen vele, még nem nyílt meg a könyvtár, tehát csak 802-ben nyílik a könyvtár, de ő 800-ban már rendelkezik arról, hogy mi legyen a sorsa. Épül az épület, de még nincs kész. És hát ugyancsak az előrelátását és a gondoskodását jelzi az is, hogy például az alapítványi listáit elküldi a főkonzisztoriumnak, és emellett egy példányt elküld a fiának is, hogy mi az, amit már életében kifizetett, hogy ne kérjék majd a fiától ezt is. Tehát, hogy tiszta lappal zárja le ezt a hosszú életet, hogy mi az, amit ő már megtett, és mi az, ami a fiára vár. És ugyanez a temetése körüli procedúrára is kiterjedt, amellett, hogy megírta, hogy mit szeretne ő sírfeliratként, rendelkezett arról is, hogy hogyan zajlódjon le a temetés, illetve hogy hozzák haza, ha Bécsben hunyna el, akkor hozzák haza és temessék Sáronberkére a felesége mellé. És hát az utolsó kis levél, és ezzel zárul a kiállítás, amire ráírja a Ferenc fia, hogy minden úgy történt, ahogy az elhunyt szerette volna. Mostani gyászjelentésekre gondolunk, ahhoz képest feltétlenül hosszabbak, részletesebbek, kicsit emberibbek, személyesebbek. A lényeges adatok benne vannak ugyan, de általában
azokat a körülményeket is leírják, ahogy meghalt, ahogy betegeskedett, ki mindenkit hagyott hátra, ezt sokszor nagyon szívhez szólóan megírják, különösen szívhez szólóak, amikor fiatalok halnak meg, ugye. És érdekes, hogy a gyászjelentéseket általában úgy fejezik be, ezek levélformában íródnak, de nyomtatva, úgy fejezik be, hogy hasonló szerencsétlenség ne érje a címzettet, tehát hogy ilyen kvázi ilyen jó kívánságot fejeződik be, és akkor ott az aláírás nyomtatva is kézzel is, mindig nagy tiszteletet megadva, akinek szól, még akkor is, ha egy alacsonyabb rangú, tehát egy gróf ír egy bárónak, akkor is a minden címe fel van sorolva, és erdélyi vonatkozásban mindig magyar nyelvűek. A címzés is, a külső címzés is egy bizonyos sémát követ, tehát ott is megadja a címét, a nevét, hova szól ez a levél, tehát hogy Bécsbe, Dernyeszegre, Zsibóra, és mindig ott van, hogy ennek és ennek szomorúan. Ebből már rögtön látja az, aki megkapja ezt a levelet, hogy itt egy gyászjelentésről van szó. Ha meg kinyitja a levelet, ugye ez a bizonyos festett fekete szegély, ez nem maradhat el, ez mindig ott van, amit gondolom, hogy minden háztartásban levő koromból, vagy pedig a nyomdák a őnáluk meglevő koromból és vízből állítják elő. Sokszor nagyon kedveltem, sokszor nagyon haragudtam rá, ahogy olvastam, tehát nagyon emberi, céltudatosnak. Tudta is, hogy mit akar, és segítőkész is volt. Tehát, hogy bárki fordult hozzá, úgy tűnik a levelekből, bármilyen normális keretek között igényekkel persze, nem mindig segített, tehát, hogy nem zártartókra talált az illető. A maga kis korlátaival együtt fantasztikus személyiség volt. Lehetett. Biztos, hogy élmény volt vele társalogni, vagy egyáltalán a közelébe lenni. Számomra Teleki Sámuel példakép. Példakép a következetessége miatt, amivel dolgozott és amivel átgondolta az életét és minden, és a környezete életét. Példakép a tenni akarás miatt, ami áthatja a minden szinten az ő tevékenységét, úgyis, mint politikus, úgyis, mint szülő, és úgyis, mint könyvtáralapító, illetve példakép azért is, ahogy adni akart, és adott is a közösségnek.